Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk dr. Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség újra választott elnöke, akinek gratulálok ehhez. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, szervusz. És köszönöm szépen azt is, hogy eljöttél ezután az elnökválasztás után, ami nagyon meglepő volt, azt hiszem, hogy nagyon sokunknak, hiszen azt gondolom, hogy kevesen számítottak rá, hogy lesz ellenfél ezen a közgyűlésen, az elnök személyére nézve, és aztán végül is egy nagyon-nagyon egyértelmű győzelem született. Hát azt kell mondjam, köszönöm a bizalmat leginkább a közgyűlésnek, a tagságnak, hiszen én azt gondolom, hogy elismerése annak a munkának, amit elvégeztünk, és annak idején azt ígértük, hogy rend, csend, béke és teljesítmény, és felépítettünk egy teljesen új struktúrát, hogy ez a balhés 16-17-es szövetség más lett, egy sokkal hatékonyabb, és valóban büszke vagyok azokra az eredményekre, amiket elértünk az elmúlt 2-3 évben. Nem akarnám felsorolni, mert reggelig lehetne felsorolni. Mondják két példát belőle, amire a legbüszkébb vagy, és amiről nem gondoltad, hogy feltétlenül sikerülni fog ennyi idő alatt. A legbüszkébb, hogy az úszó nemzetprogramot megcsináltuk, ez 48 ember 9 havi munkája volt, ami egy 690 oldalas anyag, és ami egy távlatot nyújt nem csak a magyar úszásnak, úszószövetségnek, hanem akár az országnak, hogy minden gyerek 5 év. Minden gyerek tanuljon meg úszni Magyarországon, mindenki számára legyen elérhető állami költségvetésből, állami NSK úszodákba. Tehát ezt mi megcsináltuk, ez egy csodálatos munka, mindenki csak dicsérte és kicsit irigykedett is, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Büszke vagyok arra, hogy megcsináltuk az olimpiai bajnok testületét, 9 olimpiai bajnok, 10 jött be, soha nem volt még erre példa. Büszke vagyok arra is, hogy titkosszavazással győztünk, ilyen sem volt 30 vagy inkább 40 éve. Nem is emlékszem, hogy egy elnök, regnáló elnök vagy elnök jelölt bemerte volna állni egy titkosszavazással, ettől legitimebb szerintem az egész. Büszke vagyok arra, hogy 2 év alatt megcsináltunk 6 világversenyt, minden idők legjobb junior világbajnokságot. Büszke vagyok arra, hogy a 5 évvel korábbiakhoz képest, ahol még 43 válogatott versenyzőnk volt, most 150, arra, hogy 7198 napot töltöttek el külföldi edzőtáborba, hogy minden válogatottnak megcsináltuk az európai 4 versenyt a szövetség szervezésében és anyagi támogatásában. Büszke vagyok arra, hogy a jövő bajnokai programban 9 régióból összesen 286, aki majd a jövőt képezi, hogy azt egyre inkább fejlesztjük. És az, hogy csináltunk olyat, mint sportolóbizottság, kiterjesztett hatáskörrel, én voltam az, aki azt mondtam, hogy vagy mi, de én nem tudom, hogy most hogy használjam, de inkább én, mint volt sportoló, aki átélte azt a sok-sok kínszenvedést és a verbális egyéb dolgokat, amiket kaptak, hogy azt mondtam, hogy legyen beleszólásuk a csapatkijelölésbe, legyen beleszólásuk a Gerevics őket érintő anyagi elosztásba, legyen beleszólásuk az edzőbizottság munkájába, vagy bármi más egyébbe. És azt mondta a Gyurta Dani, aki ennek a bizottságnak az elnöke volt a jelentésében 19-ben, hogy nem kellett összeülni. Mert csend, rend volt, tudtak készülni Vanzsura, meg az őszi versenyekre, és lett 5 világbajnoki aranyérmünk. Nem 2 dolog volt, ez tisztán látszik, viszont miatt, hogy sok mindent felsoroltál, én azt mondanám, vagy úgy foglalnám össze, sokan ugyanis még az elnökválasztás előtt arról beszéltek, hogy mi van az élsportolókkal, mások arról beszéltek, hogy a vidéki kis klubbal mi történik, hogy te összefoglaltad most az élsport részét is a dolognak, meg az utánpótlás sport részét is a dolognak, meg a szabadidő sport részét is a dolognak, mert ugye ezt az egészet úgy tűnik, hogy lefedi ez a program. Hát igen, de csak 2 percben tudtam elmondani, de fél órán keresztül tudtam mondani. Tehát mondjuk a válogatott például 43 egyesület adja, tehát nem Budapest. A Budapest vidék az nem igaz, tehát az volt 30 év előtt, amikor én még ott voltam. Volt egy Kislaci, meg egy Szécsi Stáh. Ez a 2 klub, de most már szerencsére 43. Vagy a régió, 9 régió adja oda a jövő bajnokai versenyzőket. Most egyébként, ha már itt tartunk a vidék és a Budapestnél, te számítottál arra, mert hogy erről Petrov Iván jutott eszembe, hogy te számítottál arra, hogy lesz ellenfeled az elnök választáson? Nyilván nem számítottam rá, és leginkább arra nem számítottam, hogy miért mondta azokat, amiket mondott, hiszen mi nem mondta el? Tehát akkor nem csak nekünk kívülállóknak volt ez egy meglepetés. Jó, én számítottam, mert ismerem az Ivánt, tehát hogy mindig tud meglepetéseket okozni, tehát hogy persze számítottam rá, de leginkább nekem az nem tetszett, hogy azért hadd mondjam el, hogy szerintem a sportban 3 dolog nem működik, a csalás, hazugság, dopping. És mi nem dobáltunk sarat, tehát ezt látták, és most sem szeretném, de azért... Hogy jön ez ide most? Hát mert eszembe jutott. Uh-huh. De eszembe jutott, mert azt gondolom, hogy itt néha 2 évente elmondok valamit, és én nem is beszéltem erről, meg ezután sem szeretnék, de
Azért most hadd mondjam el. Nagyon erős mondat volt, ezért is kérdezem. Melyik? Ez a csalás, hazugság és a dolg. A sportról beszélek. Uh-huh. A sport általában azt mondtam, hogy nem bírja el. Uh-huh. És ez az én árszpolitikám is, hogy menjünk egyenesen, egyenlő feltételekkel, egyenes pályán. Az, hogy hát miért nem mondta el? 3 év volt ott a edzőbizottságon, ott volt mindig. Az összes elnökségi ülésen, a vezetőségi ülésekre meg volt. Volt egy feladata, egy szövetségvezető edző kapott érte, nem kevés tüzetést. Miért nem mondta az elnökségi tagom, aki szintén meg volt bízva egy anyaggal, nem csinálta meg, ő is kapott fizetést. Egy volt nem működő főtitkár, úgy szintén benne volt ebbe a suttogó zenekarba, és ugye azért bosszant ez a dolog, mert amit én látok, hogy ők nem tudtak letenni teljesítményt az elmúlt időszakban, és én azért harcoltam, nem magamért harcoltam, én nem egy önjelölt fickó vagyok, hanem én azért harcoltam, mert azt biztosan tudom, hogy ez egy jó működő szövetség, egy eredményes úszósport, és azt az értéket akartam megtartani, akartuk megtartani, amit fölépítettünk 3 év alatt. Hogy a magyar úszósport az olimpiai 10 hónappal ne essen újra szét, ne legyenek rendszerváltozások, személyi változások, egy szétesett magyar úszószövetséget hozott volna maga után, és a káoszba nem lett volna idő arra. És arra is beszélve, hogy azokat a programokat, amiket megkezdtünk, vagy akár a 27-es VB-re egy utánpótlás programot kell fölépíteni, hiszen majd valakinek oda kell állni a 27-es VB-n, vagy egy 24-es rövidpályás VB, vagy az UMP program, vagy a tanúszodaépítési program. Tehát annyi minden van, amire kértünk felhatalmazást, és innen is köszönöm a tagságnak, hogy ezekkel a helyzetekkel, amikkel ők jöttek abból az irányból, hogy ezt nem vették föl, és az, hogy egy bizalmi szavazáson, egy titkos szavazáson ekkora több mint kétharmados többséggel nyertünk, az elismerése is köszönet, és most ki is puffogtam magam körülbelül, de többet erről nem fogok beszélni. Viszont én még egy mondatra visszatérnék ehhez, hiszen Petrov Iván lemondott a vezetőedzői tisztéről, amit, ha én jól tudom, akkor el is fogadott az elnökség vagy az elnök. Nem arról mondott le, a szövetségi vezetőedzői, szövetségi edzői tisztségéről mondott le, de egyébként előtte lemondott már ő a Győri Úszó Egyesületben is a vezető edzői, az ugye más volt. Igen. Ott átadta testvérnek, ugye Katinka volt edzőjének a vezető edzői tisztséget. Én azt mondtam, hogy természetesen elfogadtam a lemondását, és sok sikert kívántam neki a Győri Városházán, hogy ott segítse tudásával és kapacitásaival a Győr városát. Úgyhogy sok sikert kívánok neki. Jó, akkor 2 percünk maradt arra, hogy a jövőről beszélgessünk egy kicsit. Ugye elindultak a programok, elindult a munka, most lehet ezt folytatni. Én azért ide bevonnám egy kicsit a Covidot is, mert az nyilván nem segített azért, főleg azoknak az úszodáknak, ahol a gyerekeknek az úszás tanításából azért sok bevétel bejött. Szóval most akkor hogy néz ki a jövő? Nézzen nyilván, hogy ez a Covid, ez szörnyű, nem csak nekünk, mindenkinek szörnyű. És azért itt az úszókat is sújtja, hiszen a világversenyek elmaradnak, a úszodák részben bezártak. Mi csináltunk egy országos felmérést, 9 hete kezdtük meg, felmértük regionális szinten, azt összesítettük, különböző színekkel vannak bejelölve, hogy hol tarthatatlan, hol meg jól működik. Hát több sajnos a fekete és piros mező, mint amennyi kellene, de hát a gazdaságban is azért látjuk, hogy vannak ilyen folyamatok. Mi ezt felmértük, próbálunk segíteni. Én értem, hogy magyar úszószövetségtől várnak segítséget a kis egyesületek, és így el, hogy én lent voltam Fehérvártól kezdve Vác, Zalaegerszeg, sok más helyen próbáltuk megoldani, de én nem tudok úszodákat kinyitni. Tehát, hogy mi próbálunk megoldásokat találni erre, azzal is akár, hogy egy összesített munkát végeztünk. A Covid alatt egyébként próbáltunk átállni az online rendszerekre, azt büszkén mondhatom, hogy mindenki megtarthatta az állását, egy elbocsájtás sem volt, és állandó újra tervezés van. És még annyit, hogy a Covid alatt az élsport és a ügységválogatott megkapott minden felkészülő lehetőséget. Nyilván a 4500 gyerekről beszélek, akik viszont 4 hónapja nem optimális körülmények között úsznak, hát erre majd valami megoldást kell találni. Ezzel leszünk. Tehát, és még egy, hogy lehet mindent jól csinálni, de lehet sokkal jobban. És ebből az egész közgyűlésből és ebből a helyzetből, amiből most kijöttünk, ez nekünk is tanulság, hogy mire kell jobban odafigyelni, és ezt megígértem is itt is, hogy sokkal jobban fogunk figyelni a kicsikre, még jobban fogunk figyelni, a nagyokat pedig még jobban fogjuk szolgálni.
És aki szeretné mindezt egyben látni, amiről most beszélgettünk, az a Facebook oldalt megkeresheti, mert engem meglepett egy kicsit, de tulajdonképpen ezt az egész dolgot ott egyben el lehet olvasni egy kvázi beszámolóként, és akkor most egy utolsó, teljesen személyes és sokkal könnyedebb téma. Igen. Akár be lehetne ugrani a vízbe, olyan átalakulás történt. Hát igen, 17 kilót lefogytam itt 3 hónap alatt, nem emiatt egyébként nyilván. Ez sem kis teljesítmény. 17 kiló, mert azt éreztem, hogy ez nem az, akit szeretnék látni a tükörbe, úgyhogy alapvetően diéta, esti nosolások elhagyása, éjféli zabálások. Szécsi mindig ezzel bántott, hogy anyámnak írt mindig leveleket, hogy vigyázzas annyira, mert bezabál, és az epéje, és blabla. És erre figyeltem, és ennyi, és 16-17 kiló leugrott. Egészséges életmód. Ehhez is gratulálok, mert azért ez is egy nagy teljesítmény, én magasugróként nagyon jól tudom ezt, és gratulálok az újraválasztáshoz is. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy megbeszélhettük, és köszönöm szépen természetesen a kedves nézőknek is, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra!